Az elmúlt 30 év kormányai nem tudtak hosszú távú megoldásokat találni a fiatalok problémáira. A középiskolásoknak még mindig számtalan olyan dolgot tanítanak, amit az életben soha nem fognak hasznosítani. Nem fektetnek kellő hangsúlyt a 21. századi alapműveltséghez tartozó informatika oktatásra, programozásra, idegen nyelvoktatásra, zöld gondolkodásra. Nem kapnak kellő megbecsülést sem a diákok, sem a tanárok. Ki mind neveli nemzeti ifjúságát, úgy látja annak jövőjét. Szégyen, hogy nemzeti büszkeségtudat helyett nemzeti szégyenérzetet tanítanak, és szégyen, hogy a tanárok munkájuk jelentőségéhez képest szinte ébérért dolgoznak. A Mi Hazánk ifjainak számít a diákok véleménye. Tervezd meg a jövődet című országos kampányunkban kérdezve őket, megoldást kínálunk felvetett problémáikra. 21. századi oktatásban gondolkodva hasznossá kívánjuk tenni a középiskolai éveket, nagy hangsúlyt fektetve a zöld gondolkodásra, informatika és nyelvoktatásra. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy megadjuk a kellő tiszteletet a tanároknak és a diákoknak egyaránt. A középiskolásokon túl van elképzelésünk az egyetemisták és a pályakezdő fiatalok számára is. Elérhetőbbé kívánjuk tenni a jogosítványszerzést, növelni a tömegközlekedési diákkedvezményt. Az elmúlt 30 év kormányai nem tudtak megoldást nyújtani a fiatalok lakhatási nehézségeire. A felsőoktatásban tanulók számára két lehetőség van lakhatás terén. Az egyik a diákpénztárcával szinte megfizethetetlen belvárosi bérlakások igénybevétele, a másik pedig az önálló életkezdésre alkalmatlan, múlt századi infrastruktúrával rendelkező kollégiumok igénybevétele. Egy vidéki egyetemistának szinte elképzelhetetlen úgy az egyetem, hogy ne dolgozna mellette lakhatásért, ezért gyakran csúsznak a diploma megszerzésével. Sokan folyamodnak megoldásképpen a diákhitelért, amit egyetem után még évekig fizetnek vissza. Adósságba kerülve ezzel tovább lassítják saját otthonuk megteremtését, valamint a családalapítást. A Mi Hazánk ifjaival kezdeményezzük a diák minimálbér megállapítását, állami diák negyedépítési programmal és élhetőbb kollégiumokkal oldanánk meg a magyar fiatalok lakhatását. Pályakezdők segítésére is megoldási javaslattal érkezünk, hogy a több éves munkatapasztalattal szemben ők is érvényesülni tudjanak a munkaerőpiacon. Kövessétek a Mi Hazánk ifjai YouTube csatornáját, hiszen a következő hetekben, hónapokban részleteiben mutatjuk be a Mi Hazánk mozgalom ifjúságpolitikai programját.